spin me right round, baby. Ooh, come on home and turn. Online TV. Minden, ami szimulátor. F1 RFT magazin a Féknyom Online TV műsorán. A műsor minden héten kedden jelentkezik, és a monitorodra varázsolja a szimulátorok és az F1 RFT világát. Tesztek, sztorik, érdekességek minden héten Sean Pier műsor vezetésével. Féknyom Online TV. Minden, ami szimulátor. A Féknyom Online TV hivatalos partnere a simracing.hu. Hírek a szimulátor versenyzés világából. Na sziasztok mindenkit, üdvözlök, ez itt a PSRL DTM futama, én fogom közvetíteni nektek, illetve kommentátor társam Nádor György. Köszöntöm is a kedves nézőket, Hockenheimből jelentkezünk a PSRL DTM futamáról, időmérőjéről, és nem tudom most ki van első gyors köröm. Hát mondjuk nézzük Tóth Robertet a harmadik helyen, hisz javít Kun Ádámhoz képest. És ugye ő volt a leggyorsabb a hotlapon. Kíváncsi leszünk, hogy ő mit tud nyújtani.
a kvalifikáció első szakaszában. Hamarosan odaér a másik szektorhoz. És még mindig jobb. Másfél tizeddel. És én úgy érzem, hogy itt sikerülni fog megdöntenie a Kun Ádámnak az idejét. Most érkezik Garcia egyenesbe. Így is van. És az ideje jobb, mint Kun Ádám. Nem is kicsivel verte meg. De nézzük Zsenelákot. Aj, jó, akkor ne nézzük, mert megforgott. De jó, jó körön volt. Akkor nézzük mondjuk Harsány itt a 8. helyen. Tóth Roberthez képest nagyon el van maradva, de magát veri. 2,5 tizeddel. És úgy leszélesedik minden kanyarba. Picit nem találja még az íveket. Hát igen, biztos még hideg a gumi. Egy kör alatt beleltem a gumikat, ha nem arra figyel, hogy minél gyorsabban érjen föl, és javít, de idején javít, de helyezésén nem. Nézzünk valakit a pályán, itt nézzünk a pályán, aki mondjuk gyors körön van. Mondjuk Weiss Willem most a 12. helyen ez a férfias színnel halad másik szektor felé, illetve szembe a forgalommal. Látszik is, hogy ő... Várjál, lehet, hogy még meghazudtol, de nem. Látszik, hogy ő nem gyors körre megy, hanem egyelőre még csak tesztel. Ezt már tesztfutamon is néztük, ezt a gyönyörű színt. Igazi férfias szín, ez a rózsaszín. Így van. Meglátjuk, mennyire hoz szerencsét neki. Hát előző versenyen sem ment rosszul. Nem volt élmezőnybe, de nem ment rosszul. Akkor nézzük a 8. helyen Nemcsák Gábort, aki fél másodpercre van elmaradva Tóth Roberttől, de magát meg majdnem 6 tizeddel veri. 570 ezreddel veri magát. És ugye ő nyerte a tesztfutamot, és egy újabb jó taktikával megint megnyerheti. Szóval a tesztfutamról a utolsó helyről jött föl. Hát végül is nagyon jó taktikán volt. És végül a 7. helyre sikerül bejönni, de még megy el még egy körre. Nézzük, hogy mit tud alkotni egy újabb gyors körön. Hát ha sikerül egy jobbat autózni, és az első szektorban veszít. Veszít, de csak 300-adot. Ebből még lehet valami. Jó Mercedes-szel, csak kimondom. Nézzük Tillingert akkor, hiszen ő javít magához képest, már nem. De hát ha rontott az előző körében, az utolsó szektorban is még akkor megverheti ezt az idejét. Jelenleg ő a 8. Nézzük, de már csak 2 kanyar van, 2 jobbos. És már ott lehet az elején. Már ha sikerül javítani. És sikerült javítani, és ezzel, nem tudom, ugrott előre helyet. Igen, egyet. 15 ezreddel verte meg Nemcsák Gábort.
és megdöntötte a saját idejét 2 tizeddel, 2,5-el. És a fülemre szóltak, hogy Iszály György jó körön van a negyedik helyen. Igen. Na nézzük. A papakék. Mercedes. Hát ez se a ezüstnyilag színe, azt hiszem. Hát igen, mondjuk lehetne jobb színű, de ez is megteszi egy Mercedesnél. És az a baj, hogy sokat rontott már, fél másodpercet rontott a középső szektorban. Biztos a festés a hibás. Igen, így van. Más-más nem lehet. Vagy nem találja a megfelelő beállítást. Hát igen. És előfordulhat. Kicsit is szélesedett most is a célegyenes előtti kanyar előtt. És igen, még többet kapott a végére. Nézzünk egy majdnem, hogy újoncot, mert őt a tesztutamon nem láthattuk. A 6. helyen Hülmert. Mit tud autózni, hiszen őt nem tudtuk még fölmérni tesztutamon, hogy mit tud. Hogy hol lehet a mezőnyben. Nézzünk tőle egy kört az Audival. Picit leszélesedett. A testvére még nincs itt. Nem tudom, hogy jön-e. Fülmer Csaba. De javít magához képest, majd egy tizedet, 94 ezred. És egy tizeddel van lemaradt a Szószóbertől. Úgy-úgy. Is csúszott előre. Nem is fogja föltartani Tóth Róbert, mondjuk attól kevésbé kell félni. Tóth Róbert valakit is föltartana. És már a második szektorban már több mint egy tizeddel veri magát, de Tóth Róberttől már 3 tizedre van. Hát nem tudom, hogy itt valaki meg tudja szorongatni. Talán majd Kun Ádám. Nem. Majd meglátjuk. Feltett a második szektoron. De közben más vette át a vezetést. Igen, Zselenák Peti. Igen. Ha. De Kun Ádám csak 800-adra volt nem maradva tőle. És az a baj, hogy nem tudott javítani. Hülmer, de nézzük a harmadik helyen Kun Ádámot, milyen időt jön. És magát sikerül megvenni, de Zsenák Petit nem. De elmegy még egy körre. Bízik abban, hogy talán másodszorra sikerül neki jobb kört futni. Hát ami nem kis esélye van. Azt kell, hogy mondjam, előző futam alapján. De ő is nagyon jól ment. És jobb az első szektorba, igaz csak 400-addal, de jobb. Ezt meg lehet tartani a végéig. Nem csak ellene hibázzon egy körben valami. Egy pici blokkorra fékezte a kerekeket, de... Közben Tóth Róbert a második helyen 79 ezredre van Zselenek Pétertől, illetve előnyben van az első szektorban. Jó, de maradjunk Kun Ádámon egyelőre. A harmadik helyen. Mit tud csinálni Zselenák idejében? 4 tized. Ajjaj. Problémák vannak. Akkor menjünk második hely Tóth Róbertre. Ő tud-e valamit kezdeni? De ő is lemarad. Igaz, nem kap annyit, mint Kun Ádám. De is elmarad egyelőre. Zselenák idejétől. Úgy tűnik, hogy nagyon jól megfutottam a második szektor. Zselenák Péter. Nézzük utolsó kanyar. És sikerül-e megdönteni? Nem. 2 tizedre elmarad.
Iha. Ki van kint még a pályán? 7. helyen. Nem csak Gábor. Nézzük őt. Az első szektorban rosszabb magánál, és itt meg is forog. Van még kint gyors körön. Nézzük akkor második helyen Tóth Robertet, mert ő a nagy esélyes, hogy gyors körön van. Csak 4000-eddel volt elmaradva. Zselenáktól... Most megcsúszott. Csúszik. Majjaj. Hibák, hibákra halmozódnak, nézzük csak! 5. helyen. Hülmert, meg 2 tizeddel veri Zselenák Petit, de itt leszélesedik. És így nem. Így nem. Pedig nagyon jó körön volt. Nem is megy még egy kört. Pedig azon nagyon nagy ágyú kör volt. Nézzük Dalanicsot a 6. helyen. Gyerek. Az első szektorban csak 2 tizedre volt Zsenának Pétertől. Magához képest meg 200-adra. De mindjárt elérjük a második mérpontot. És jobb, mint Zselenák. Ajaj! Zselenáknak a középső szektor nem megy. Hűha! Nézzük, utolsó szektor. Itt Attila megforog. Nem zavarja Dalanicsot. Most fordul el Tölegyenesre. És az ideje... Nem jobb, mint Zselenák Péteré a 4. helyre jön be. Igen, itt az utolsó szektort nagyon összetette. Hát a középsőn, ha még tudna javítani Zselenák... Nézzük csak az első helyen akkor Zselenákot, mert kereken 1 tizeddel veri magát az első szektorba. És nézzük a középső szektort, amit nem tudott összetenni. Úgy, mint a többiek, mert sorozatban verik meg középső szektorba. Igen, csak kérdés, hogy Kun Ádám fele fogja tartani, majd a gyors körén. Szerintem attól nem kell félni. Zselenák. Tud-e javítani magán a középső szektorba? És nem. Még ront is. Az 1 tizedes előbből már csak 1 század van. Ajjaj. Hát ez nem jó hír Zselenáknak. Hát igazából ez többieknek jó hír, hiszen a középső szektorban nagyon el tudják verni. Az utolsó szektort már csak összeteszik valahogy. Nézzük, hát ha sikerül javítania. És nem, 2 tizedre elmarad. Nézzük a második helyen Tóth Robertet, aki 2 ezreddel veri Zselenákot az első szektorba. És jön a második, ahol sokat lehet rávelni. És nem sikerül, 3 tizedre el van maradva Zselenák idejétől. Ajaj, Zselenák lesz az első? Még nem kéne sokat hozni Zselenákon, csak 400-ot. És van még 30 másodperc. Még egy gyors körre mehet Tóth Robert. És ez az ideje 3 tized. Még egy kör van. És még kín van Kun Ádám a 3. helyen, talán is már nincs kín. Viszály is kín van, azt hiszem, igen, még ő kín van, és Fülmer is. És Minemcsák Gabi is kint van, gyors körön, de ő is elmarad majdnem 2 tizedre. Akkor nézzük egyelőre, kit nézünk a 3. helyen, de a 3. helyen nem. Akkor maradunk csak a 7. helyen, nem csak Gáboron. Ő lesz az első, aki komolyabb időt jöhet, és 800-ra el van maradva.
és... hát én nézek... picit... és... ajjaj! Iszály Gyuri az ötödik helyen... gyorsabb, mint Zselenák az első szektorba, igaz csak 400-addal... de jön az a középső szektor, az a bűvös középső szektor... sikerül-e ott megverni, mert ha ott nem, akkor sehol. Akkor ez szerintem... hát most elmaradt tőle, egy tizedre. Egy tized, de azt szerintem már nem lehet behozni a utolsó szektorba. Hát, ha csak nem hibázik, és jól összerakja a kört, akkor talán meg lehet neki. Hát, de igazából nagyon jól összetette ezt az utolsó szektor. Zselenák. Szóval senki nem tudott a közelébe se jönni. És nézzük... Iszály idejét. És... na 3000-eddel megveri magát. De ez majdnem, hogy... és gyors körön már senki nincsen, már mindenki bejött. És akkor mondjunk egy állást. A kollega mondja egy állást. Szépen. Nos. Az állás jelenleg... Zselenák Péter az első, Tóth Robert a második, Kun Ádám a harmadik, Dalanics János a negyedik, Iszály György az ötödik, Fulmer Zoltán, vagy nem tudom, hogy a hatodik, igen, Nemcsák Gábor hetedik, Tiringer József a nyolcadik, Harsányi László a kilencedik, Szuper Gábor a tizedik, Kis Attila a tizenegyedik, Weiss Vilmos a tizenkettedik, Kálmán Péter a tizenharmadik, és ennyi. És most az fog következni, amit még eddig nem láttunk, hogy az első öt fog kimenni egyesével egy gyors körre, és ez alapján fog kialakulni az első sorrendje, a többiek megmaradnak a helyükön. És egy kis ajánló után meg majd jönni fogunk vissza. Féknyom Online TV. Minden, ami szimulátor. F1 RFT magazin a Féknyom Online TV műsorán. A műsor minden héten kedden jelentkezik, és a monitorodra varázsolja a szimulátorok és az F1 RFT világát. Tesztek, sztorik, érdekességek minden héten Sean Peer műsor vezetésével. Féknyom Online TV. Minden, ami szimulátor.
Nos, vissza is jöttünk a bemelegítő edzéssel, amiből még 12 perc van még hátra. Ami nem 12 perc, hanem csak 2, mármint 3, bocsánat. Fogjuk végigvárni az egészet. És közben... Nézek azért a pályán, hát ha valaki csinál rajt gyakorlaton. Látok senkit rajt gyakorlaton. Illetve kaptuk majd azt az információt, hogy az előző futam miatt egy picit csúsztunk, és úgy döntöttek a srácok, hogy Superport most nem fognak. Benni majd csak a következő futamtól lép életbe a Superport, és akkor így fognak elrajtolni, hogy Zselenák Péter lesz az első, majd jön Tóth Róbert, a második helyen, a harmadik helyen jön Unádám, majd Dalanis János, Iszály György, Fulmer Zoltán a hatodik, majd Gábor Nemcsak, majd Tiringer József, Varsányi László a kilencedik, tizedik lesz Szuper Gábor, majd Kis Attila a 11. és végül 12-kel fogja zárni Péter Kálmán a sort. Na hát akkor nézzük Harsányit, aki a 8. helyen, 9. helyen van, és rajtgyakorlatozik. Jó Schumacher féle Mercedes-szel. És úgy néz ki egyelőre, nem úgy sikerül ez a rajtgyakorlat, ahogy ő ezt eltervezte. Szerintem itt befordul a kanyarba, és még egyszer neki lát majd. Igen. Nem be is áll a buszba. Akkor nézzük Szuper Gábort a 10. helyen. És rajtgyakorlatozik. Neki sem megy még. Jó, ezt még meg kell szokni. Nem, majd a versenyre biztos jobb lesz. Igen, minden pályának más a tapadása, és mindegyik pályára be kell lőni. Hát, elején jól indult ez a rajt, de... Aránylag jó volt. A végén egy picit kipörögtek a kerekek. De ilyenkor a pilóták azt keresik, hogy melyik az a tartomány, forzat tartomány, ahol el lehet engedni a kuplungot, ha esetleg van. És abba a fordulatszám tartományba elengedni, úgyhogy ne pörögjön ki a kerék, de azért ne is induljanak el túl lassan. Azért nem egyszerű bemérni. Ez jó rajt volt. Na, itt már azt mondják, hogy induljunk el, de még azt mondják, valaki nem ért vissza. Ajaj. Vilmos nem ért vissza a szerverre még. A jó rózsaszín Mercedes-szel. Úgy tetszik, mégsem hoz neki szerencsét. Egyelőre nem, még várunk rá egy percet. És majd utána indul a rajt. Ha nem jön meg, akkor elkezdik nélküle. És akkor csak 12-en fogják elkezdeni a futamot. És nézzük Dalanicsot, aki rajtgyakorlatot próbál. Hát igazából már nem, ő már fékeket próbálja melegíteni, szerintem erre fog gyakorolni most. Talán, hogy bemelegítő körbe, vagy próbál teli tankkal menni. És akkor nem várjuk meg Vilmost, a jó rózsaszín kedvenc Mercedes-ünkkel. És akkor van még 20 másodperc rajtig. És egyre úgy nézem, még senki nem tette, Iszály György van kint az 5. helyen. De a másik férfi a színünk megmaradt. Egy gyönyörű babakék
Mercedes megmaradt, azért a rajtrácson nem lesz unalom. Úgy érzem. Akkor nézzük, elmegyünk egy felvezetőkörre. Írták az újoncoknak, hogy figyeljenek a fék hőmérsékletre, mert 400 foktól már használhatatlanak a fékek, erre figyeljenek, hogy ne melegítsék túl, de azért melegítsék be annyira, pont jó legyen. Igen, elég fontos ezen a pályán a fékek hőmérséklete, hiszen azért elég sok kanyar van, olyan kanyar van rajta, ami nehezen bevehető, tehát hogyha rosszak a fékek. Azt fogjuk csinálni majd a rajtnál. Elmondom az elején kulisszatitok, de most elárulok mindenkinek mindent, hogy az első Zelenák Peti kamerájában fogjuk nézni szemből majd a rajtot. Akik tervezték a pályát, nem tervezték meg nagyon a kamerákat, és így fogunk el rajton, és nagyjából látni fogjuk történni az első hely környékén. Fogunk elrajtolni majd. Zselenákra majd számítani kell, illetve majd a hetedik helyen ugye Nemcsák Gábor az, aki megnyert az előző futamot. Velem még számolni kell. Ugye a PSRL retro bajnokságát már megnyerte egy futammal a vége előtt. Mögötte Varga Sanyi végzett. Igazából, ha Gábor Nemcsák nem szerez pontot, és beérne Sándor Gabriel első helyen, akkor is pont egyenlőség lenne, és ilyen Mannak több győzelme van, ezért ő lenne a bajnok így is, úgy is. Na akkor nézzük, mert fölértek a srácok a rajtrásra, és akkor ebből a fura kamerállásból fogjuk kezdeni majd. És jönnek a lámpák. És most a... És elindulnak, és mintha beragadt volna a Zselenák, igen, be is ragad, el is megy mellette Tóth Robert és Kun Ádám, és még talán Dalanics is, de Dalanics rázár, de így is el tud menni, és még Iszály is elmehet mellette, ajjaj. Problémák vannak erre fele. És igen, és még Man is megjöhet, hiha. Hatalmas nagy problémák lehetnek. Mon közvetlenül aztán visszágyúj mögött. És a negyedik helyen Dalan is próbálja letolni Zselenákot. Uha. És nem jó, mert Zselenáknak nagyobb a végsebessége itt. És Iszály György meg kívülről Mon meg fufufu. Izgi lesz. Már az elején. És hátsóbb régió, menjünk a 8. helyre, 9. helyre. De Tiringer és Attila itt nagyon pofoszkodnak, és egymáson fordulnak. Uha. Nagy csöpek és... Tiringer... megcsúszik mögötte Attila, és így meg is előzi Kálmán. Iha. Attila egy kibe. Szuper meg Harsányi. Próbálkozik Szuper Gábor. Egyelőre. Nem túl sok sikerrel, sőt annyira nem sikeres ez a támadás, hogy mindjárt Tiringer érkezik meg szuperre. Ajjaj. Menjünk csak előrébb, 6. helyre. Csak Gábor ő elrontotta, akkor menjünk egy előrébb, Dalanics jön meg Iszályra. Erről lemaradtunk, hogy hol előzte meg Iszály György Dalanist. Iha. Csak ugorjunk vissza gyorsan a 8. helyre, hiszen Tiringer próbálja megelőzni Harsányit, és úgy néz ki, sikerül is neki. Igen, elfordul, és egyelőre megvan, de még visszajöhet célárnyékba Harsány, és jobb a kigyorsítás a Harsányinak. És jön a célárnyék.
Benéz mellé. Talán a féktávon meg lesz neki. Reméljük, hogy itt előzés lesz, és belül van, és megvan. Kigyorsítás, hogy sikerült Tiringernek? Hát nem úgy, ahogy kéne. Akkor menjünk vissza a ötödik helyre, Dalan is mindig próbálkozik Iszájjal. És mögötte meg Mann is próbálna megjönni. Nocsár Gábor. Nézzük, Dalanics szélárnyékba Iszájnak. A külsőből nem tudja megelőzni ebben a kanyarban. Azért ott elég veszélyes manéver lenne. És meglöki Iszájt, és ez Mannak jöhet jól, el is megy. Hiha. Legalább így Mann följött egy helyet. Dalanics is mögöttük, meg hatodik helyen Szuper Gábor és Harsányi. Ajaj, problémák vannak megint. Harsányi próbálkozik, egy picit rajta támaszkodott, és el is megy. Úgy néz ki, Szuper Gábor mellett. Igen. És meg is van. El is ment. Itt picit leszélesedett. Szuper Gábor, de nem veszélyes. Menjünk a harmadik helyre, Zselenák próbálkozik Kun Ádámmal. Szélárnyéban meg tud-e jönni? És jön, jön meg fele Zselenák. És belül. És rövidebbet fékez, de meg tud-e állni? Nem. Megállni. És még Iszály György is elmehet, de nem. Messze van még. Iszály, és így leszakadt. Zselenák. De ahhoz képest, hogy Zselenák az első helyről indult. Most... nézzünk csak a 9. helyre, mert Szuper Gábor most mindenki előzi meg. Éppen Hülmer jött meg. Hülmer, bocsánat. Jött meg. Szuper Gábor a füvön, és mindjárt Tiringer is megeszi. Hiha. Lehet, hogy Szuper Gábornak itt nagyon meg van tankolva a dolog. És nem fog most kijönni. Hát biztos a végére tartogatja a box kiállást. Hát ha azzal nyer valami. De az a baj, hogy az elején már mindenki megeszi, ez úgy jönne jól ez a taktika, föl tudná tartani mögötte lévőket. De így, itt túl sok esély arra, hogy előrébb jöjjön, nincs. Ha most mindenki megelőzi, akkor nem lesz ki elég visszajönni. Most egyelőre leszakadt Tiringer. Leszélesedik. Valószínű nehéz az autó. Nem nagyon tudja. Ha van betonos bukótér, inkább kiereszti. Érzi, hogy nem tapad be, és jön Tiringer, és itt egyenesben meg is lehet, ha nem csúszik meg, ha megcsúszik. Közben azt akartam elmondani, hogy igazából a Zselenák Péter nagyon beragadt a rajtnál. Pedig az időmérőn azért nagyon jó időt futott. Igen, ezért gyakorolták itt sokan a rajtot. Sokan, sok dolog eldőlhet a rajtnál. És picit leszakadtak egymásra a fiúk egyelőre. Követik egymást ilyen másodpercre. Hanem többre. Hát majd a kiállásoknál majd változni fog biztosan. Várás. Reméljük, mert itt BKV-zni BKV-t nézni nem mindenki akar. Valaki én akar, akkor Tiringer megint megérkezett. Akar Gábor mondani. 9. helyen Szuper Gábornak védekeznie kell Tiringerrel szemben. És széles, és nem akart hozzáérni, ezért le is csúszik. A Kálmán messze van tőle. Nem türelmes. Nézzük az 5.-6. helyre. Nem csak Gáborra jön meg Dalanics, mármint mintha jönne meg. Egyre nem. Nem nagyon. Marad az a fél másodperc közöttük. Dalanics meg nem hiszem, hogy itt nagyon próbálkozna. Ha nincs esély, de itt elrontotta Gábor, és megjöhet rá. Most megérkezett rá.
Iha. A kigyorsítása jobb Gábornak, de meglátjuk. Abba sincs kevés. Abba sincs kevés benzin szerintem, abban a Mercedesben sem, amiben Gábor ül. Kénytelen mindig hamarabb fékezni, mint Dalanics. És már egészen ott van közel, de egyelőre beesni nem tud mellé, annyira közel nincs. Gondolom arra vár, hogy ha Mann hibázik, akkor hát el tud menni mellette. Ő felsen szélesedik le. De bácsi gyorsan megint a tizedik helyre, Thieringen megint megérkezett Szuper Gáborra. És nézzük, hogy most ront-e Thieringen, vagy meg tudja végre előzni Szuper Gábort. És itt jóval rövidebbet tud fékezni, de nem tud megállni ezzel a féktávval. Igen, Szuper Gábor lépte az első évet. De megvan. Megvan. Lecsúszott picit az ívről, de ez pont elég, hogy a nehéz Mercedes meg tudja előzni. Szuper Gábor nem tudom, vissza tud-e támadni, nem valószínű. És amit feltételeztem, hogy Mannak az autója nehéz. És Thieringen, menjünk vissza Thieringenre, mert utána elmondom. Szuper Gábor próbálkozik. Belül nem tud annyira rövidet fékezni. De ő azért megpróbálja és megforgat. És kiforgatta. Ilyenkor meg kéne várni, de nem várja meg. Nem várja meg. Na, akkor visszatérek arra, amit feltételeztem. Ötödik helyem, nem csak Gábor jön be a boxba. Mármint jelzi szándékát, de egyelőre nem. Érdekes lesz. Megint valami jó taktikán van. Hát itt az az elején... az embereket. De akkor menjünk gyorsan a harmadik helyre, ha már taktikázásról van szó. Zselenák Peti megint megjött Kun Ádámra. Csak nem tudom, hogy tud-e velem itt kezdeni, hiszen Iszály már jön megfele. Zselenákra. Zselenák, de nem. Zselenák nem tud annyival rövidebbet fékezni, hogy itt beessen. Tudna, csak a kamikáze jelenet lenne, és Zselenák meg is forog. És nem csak Gábor el tud menni mellette, Dalanics is, és még Harsány is. Fulmer is, Szuper Gábor már nem. Nem elrontotta ezt a kanyart. Ezzel most sokat vesztett. Sietett nagyon. Túl forró fejű volt. Hát sietett igazából, lehet, hogy a nem akarta a box kiállások után hagyni ezt a dolgot. Maradjunk a negyedik helyen Gáboron, hiszen nem tudjuk, hogy tényleg jön-e be a boxba, vagy sem. Már le is szedte az érőt. Nem, akkor most. Ezek szerint most van benyomva neki. És akkor jön be. És szépen lelassít. Majd nézzünk ki egy box kiállást. Hogy néz ki ez DTM-be. Mondjuk szerintem ugyanaz a szellem jelenség lesz. Itt a szellemek megjavítják majd szépen. Sikerül beállni. És emelik a szellemek. Megpuszilgatják a kerekeket és már mehet is tovább. Így is van. És is indulhat. És a fehér vonalra nem megy rá, kerüli. Szerencséje volt, mert ott a box kiáratnál majdnem nekicsúszott annak a safety car Audinak. Messze volt, kikerült az Audi ott. Közben Harsány az ötödik helyen pápkozik Dalanicsnál. Az előbb lecsúszott az ívről és most egy picit leszakadt. Az előbb már nagyon közel volt. Ha.
problémák lehetnek majd Dalanisnak, de lehet, hogy Dalanis hibázott valahol, mert most meg lóg el. Viszont közben az élvezőt, hogy jön-e még valaki ki ilyen korán. Gábor, nem látom. Egyelőre követik egymást ezzel a több mint egy másodperces különbségekkel a versenyzők, illetve a hetedik helyen jön meg Zselenák Ulmerre. Hiha. Kicsit lecsúszott, de még megfogta Zselenák. És siet, megint csak siet, és ebből megint csak hiba lehet, ha húzásban viszi. Szerintem azt senki nem akarja. Főleg a Mercedes. Hát van egy pár, igen, a mezőnyben. Szerintem a Super Gábor féle Mercedes időben kívánja, illetve... Nem csak Gábor is. És ha már nem csak Gáborról van szó, menjünk a 11. helyre, aki próbálkozik Kálmánnal. Ugye Gábornak most tettek föl új gumikat, és próbálkozik már most. Ugye nem esett abba a hibába, hogy itt föltartja el Kálmán, és akkor ezzel veszít. És bejön, és meg, majd megfordult. Pedig meg lett volna neki. Meleg volt a rezsó, és ne menjünk csak az ötödik helyre, mert megint Harsány ott van Dalancs mögött. A Dalancs az előbb nem hibázott, és erőből ment oda Harsány. Ajjaj. Ajjaj. Problémák vannak Dalancsnál, és a problémát úgy nevezik, hogy Harsány László. És most belül a füvet is szét egy picit megcsípte itt a műfő. Féktávon. És megvan. Megvolt neki. Megvan, de Dalan is visszajöhet célárnyékba. Márha jó a kigyorsítása, amit nem lehet elmondani. És közben arra is lemaradtunk, hogy Zselenák megelőzte Fulmert. Pont azon gondolkoztam, melyik csatát nézzük, mert ketten voltak csatába. Illetve már Gábor is átment Kálmánon. Talán megint szokásos párosunk a 9-8. Helyen Thieringer üldözi még mindig Super Gábort. De az a baj, hogy utoléri Super Gábort, és ott mindig hibázik. Nem tudja megelőzni. Itt viszont... Majdnem egy máson mennek. Picit már úgy gondolja, hogy itt ebből elég lesz. Most csak ki ne üssék egymást a végén. Senkinek siker. Gábor folyamatosan elfékezi, blokkolásra fékezi, és erről beszélek, Thieringer megint elrontja, és jár mindenhol, csak a pályán nem ilyenkor. Kicsit megzavarja, hogy ott lassú előtte Super Gábor. Akkor így mondok egy állást 10 körrel a verseny kezdete után. Tóth Robert az első, majd jön Kun Ádám, Iszály György a harmadik, majd jön negyedik helyen Harsányi László, ötödik Dalancs János, majd jön Zselenák Péter, majd Fulmer Zoltán a hetedik, majd Super Gábor a nyolcadik helyen, Thieringer János, a 9. utána jön nem csak Gábor, ő már volt kint boxban, ő az egyetlen egyelőre, majd utána jön Kis Attila, majd Péter Kálmán zárja a sort. És egyelőre nem látok. Azt annyit látok, hogy a 7. helyen Fulmer annyira nem szakad le Zselenáktól, annyira nem volt gyorsabb Zselenák. Most itt lecsúszott az évről. Ebből csata nem lesz. Csak jeleztem, hogy nem szakadt le. Ilyet, amiből csata lehet, az a 4.-5. helyen
Harsány és Dalanics. Igen, éppen akartam ezt mondani. Ahogy megállítja Harsányi, picit vérszemet kapott Dalanics, hogy ez hogy történhetett. És le is csúszik és hibázik, és közben Iszár György az ötödik helyen a boxban van. Nézzük, hova tud visszajönni Manhoz képest. Kinek a szellemei gyorsabbak? Ez itt a kérdés. Közben Szuper Gábor és Tiringer, igen, a 9.-8. helyen. Igen, mögöttük van Man. És Iszály visszajött a 7. helyre, nagyon megverte Mant. Ajjaj. Iha. Ez itt problémás lehet, így vannak. Ha csak nincs valami jó taktikája. És Tiringer. Még mindig nézzük őket. 9. helyen Tiringer, de megint hibázik, ahogy odaér, és Tiringer nem jön vissza Mann elé. De közben azon gondolkoztam, hogy Mann azért elég jó időben volt kint, csak hát most ugye Iszály Gyuri is kiállt, és igazából hogyha Mann mondjuk egy kicsit gyorsabb tudott volna lenni, akkor lehet, hogy Iszály Gyurit is megelőzi. Hát lehet, csak az volt a probléma, ott megcsúszott, ugye meg... Ugye, hogyják, Kálmán picit föltartotta. Tehát igazából egész jókor volt kint, aztán majd meglátjuk a verseny végére, mit tudok. Közben Tóth Robert kijött a boxba. Úgy néz ki, hogy elindultak itt a kerékcserék, illetve tankolások, és ezután majd a következő körbe Kun Ádám fog kijönni majd. Lehet, hogy látta, hogy jön ki Tóth Robert, és inkább próbált egy gyors kört inni most. Hova jön vissza, és kap egy áthajtásos büntetést Tóth Robert. Ajjaj. Ajjaj, így elúszhat ki a futam győzelem. És ölettük meg Zselenák és Dalanics. Harmadik, negyedik helyen Zselenák és Dalanics csatázik. Iha. Gyülekeznek a problémák. Dalanics is jön majd ki. Ebben a körben elvileg. És Zselenák próbálkozik-e rövidet fékezni, de nem. Itt még vár. Iha. És ilyenkor jönne jelöl egy csapat rádió, itt vannak. Megkapná azt az üzenetet, hogy Robert kapott egy áthajtásos büntetést. Ilyenkor biztos fülig érne a szája. Hát illetve kinyomná a gázpedált, hát, a alvázat. Éppen most csúszott meg, 9. helyen. Igen. Mégis előzte Tiringer. Simán messze van. Így nem fog tudni visszajönni úgysem, hogy van egy áthajtásos büntetése. Ajjaj. Gyalan is ki is jön a harmadik helyről. És Kun Ádám is kijött. Nézzük Kun Ádámhoz képest, hova jön vissza Tóth Robert. De nagyon elé fog. Most teszik még csak le az autót, és most indul el. És ő nem kapott büntetést. Közben Tóth Robert megelőzte Kun Ádámot. És igen, hát ez evidens volt, de hozott rajta. Azt hiszem. Hát végül is mindegy, mert Tóth Robertnek még úgyis le kell tölteni az áthajtásos büntetést, szóval... És Dalanics is kapott a 6. helyen. Ajjaj! Bünting sorozata. És Mann meg a 9. helyen siet. Nagyon siet. Uha. És Tóth Robert a 3. helyen csinált egy iszonyat nagy butaságot. Hiszen kéri a boxot, de ha kéri a boxot, azt hiszem, akkor nem fogja tudni letölteni az áthajtásos büntetést. Hiába van benyomva a boxkérő gomb, akkor azt hiszem, hogy a áthajtásos büntetés nullázódik. Mármint nekem volt már ilyen. Hát sajnos nekem a tesztfutamon nem jött össze a PSR-rel amatőr F1-be, az Imolában. Nekem is ugyanez volt, hogy bementem a boxba, ugye kértem a boxot, de hát nem nullázódott a büntetés, és következő körben megnyílhettem ki.
Tehát egyelőre nem jut. És... Majdnem elkapta a falat. Volt, és megint elkapja a falat, és föl is borul. Negyedik helyen Tóth Róbert. Ajjaj, fölborul, és most már csak vissza a helyére. Hiha. Most elég sokan elmennek mellette majd. És így még Mann is elmehet mellette, bőven. Most arra leszek kíváncsi, hogy csak nekem volt ilyen pechem, vagy tényleg úgy van. De nem, jön is javítani az autót. Így bőven elbukik mindent. Így mindent elbukik. Így van. De hát erre senki sem számított. Hát igen, a box utcában elég nehéz fölborulni. De hát valakinek sikerül sajnos. Stiringer is majd jön be a boxba, 7. helyen. És Tóth Róbertnek még mindig megvan az átlátásos. Hát így ez a futamgyőzelem azt hiszem el is úszott neki. Úgy néz ki, hogy Mann elől még kihullik Dalanics, meg Tiringer. És jön Harsányi az első helyen, nézzük először Harsányit. Ő kap-e áthajtásos büntetést, de nem, időbe bekapcsolja. De kikapcsolni időbe fogja-e vagy előbb? Az még a kérdés. Kunáldán bőven elmegy mellette, Iszály György is. De Fulmerhez kéne nézni. Őt is Dana is jön a áthatásos büntetésre, és költi. És Harsányi nagyon megveri. És nem kap áthatásos büntetést, szépen letöltötte. És Dana is mellett igen elmegy. Elmegy van. Így már a 6. visszaszerezte a rajt pozícióját. Hiszen nem így gondolta ő ezt a futamot. A kollega erős is meg. És jelenleg még nem volt boxban. Igen, így van. De hát az első helyen áll most, ha jól látom. Hát igen, első hely, csak igazából lassan ideje lenne kijönni. Csak azért mondom. Hát lehet, hogy megvan tankolva neki a Mercedes és bírja a verseny végéig, hát aki tud autózni egy olyan előnyt, ami esetleg elég lehet neki. Uh-huh. Amit kimondtam, hogy nem jön, már jön is a boxba. Az első helyen Zsellelák, nézzük hova tud visszajönni. Hát ebbe a Harsányi környékére kéne visszajönnie. És Tóth Róbert meg örjön. Az ő helyzetében el tudom képzelni. Azért elég sok bal szerencsi sújtotta most ezen a versenyen. Jaj, igen. Igen. Hát... ezt még meg kell tanulni a Tóth Róbertnek. Nem ismeri a jelek jelentését. Ő szerintem azt hitte, a stop and go-t kapott. És azért járt meg minden körbe. Boxban, és Zsellelák közben a 3. helyen visszajött Harsányi elé. Ahogy gondoltam, ide fog visszajönni valahogy. És Harsányi már a bemelegedett gumikon próbálja letolni Zsellelákot. Harsányinak sikerül is van. De jön a szélárnyék Zsellelákoknak. Egyelőre nem megy be szélárnyékba, majd most. És megpróbál rövidebbet fékezni a hideg gumikkal, de megvan. Sikerül neki. Ennyivel jobban tapad az a hideg gumi. Ennyivel rövidebbet lehet fékezni, de a meleg gumivel meg jobbat lehet gyorsítani. Szóval itt ketten elférni ebbe a kanyarba. Hát sikerült nekik. Megvan. És Harsány még próbálkozik. Nem tudom, hogy mennyi esélye lesz még. Problémák vannak, mert Harsányi nem tudja megelőzni Zsellelák Petit. Pedig neki nagyon kéne. Hát meglátjuk, mit tud kezdeni.
és aki nagyon jól jött ki mindenből, az a második helyen Iszály György. De nem volt ennyire elől, de a kerékcserék után nagyon jól jött ki. És most nézzünk egy valamilyen izgisebb jelenetet. Hatodik helyen van, megint jön ki. Ajjaj. Valami problémája lehet az autóval? Hát, vagy nagyon ennyire eltaktikázta a dolgot. Vagy keveset tankoltak neki. Kétszer keveset, és akkor most megteli. Mert azért három kiállás az már picit sok, úgy gondolom. És Thüringer elé jön-e, vagy mögé? Néz ki, hogy szerintem... Nem, elé fog visszajönni. Elé fog visszajönni mellé, igen. És hideg gumik van azért. És jön a... Védi a pozícióját rendesen. És jön majd az egyenes. Itt tud-e valamit csinálni Thüringer János? Nem Csák Gáborral. És... Szélárnyékba van. Be is ment szélárnyékba. Nehogy megint utaságot csináljon. Mint annó Szuper Gáborral. És körülbelül ugyanakkor fékeztek, csak az a gumi meg nem áll meg. Hát, igen, így vissza tudott jönni, nem Csák. Egy időben fékeztek, csak Thüringer picit később. Annyit a pálya helyzetében. Később fékezett, és... Akkor menjünk vissza a harmadik, negyedik helyre, Harsányi és Zselenák. Harsányi nem adta föl. Ő itt még próbálkozik. Mikor a verseny felénél vagyunk. És vezet, Kun Ádám vezet, második Iszály György, harmadik Zselenák. Péter, aki nagyon rajta van, Harsányi. Egyelőre itt meg is fogok állni, mert most jön Harsányi szélárnyékban. Ki be fog tudni mellé menni. És kíváncsi leszek féktárnál. Picit korábban fékez, úgy gondolja, hogy Zselenák el fogja fékezni. És el is fékezte. Jó. Most belső íven. Van, és megint ketten ugyanabban a kanyarba el akarnak fordulni. Megvan. Össze is ért. Támaszkodott. Harsány. És most Peti fog rá támaszkodni. Hiha. És megvan egyelőre. Na, akkor csak hogy meghazudtoljanak. Harsány a harmadik, és Zselenák Peti a negyedik. Majd jön utána Fulmer. Majd Dalanics a hatodik helyen. Nemcsák Gábor a hetedik, Thüringer a nyolcadik, Szuper Gábor a kilencedik, Kis Attila tizedik, Péter Kálmán meg a tizenegyedik, és sajnos Tóth Róbert egy picit félreértelmezett hibájának következtében kiesett. Szerintem azt hitte, hogy a stop and go, amit ott jelez neki, és így igazából többször kijött, hogy megálljon. De ne, így nem szedi ki. Így van. Hát... Igazából ezt tudni kell, hogy... Hogy melyik a stop and go, és igazából melyik az áthajtás, hogy mit kell. Azt szerintem megijedt attól, hogy most elúszhat a versenye. És ugye a verseny hevében nem tudta eldönteni hirtelen. Nekem is volt már ilyen ikon, és ott örjöngöttem mindenkinek verseny után, hogy miért nem szedte ki a gép, és végül rájöttem, hogy én voltam a bolond, hogy azt hittem, hogy az stop and go, de mondjuk nekem pont fordító volt, azt hiszem, hogy én azt hittem a stop and go-ra, hogy áthajtásos büntetés. Hát nem mindegy, ez van, most ezt kell szeretni. Így van. És akkor menjünk vissza megint a harmadik, negyedik helyre, hiszen Zselenák próbálkozik még mindig Harsányinál, és erre a párosra jön meg mindjárt Fulmer, és akkor nagyon izgi lesz, úgy gondolom. Hát igen, mondjuk Harsányi szerintem föltartja Zselenákot. Hát igazából ő előzte meg az előbb. Harsányi előzte meg Zselenákot. Igen, csak lehet, hogy elkoptak közben a gumiai Harsányinak, és Zselenák hogy gyorsabb tud lenni.
És lesz-e nevető harmadik Audi ebben a egyenletben? Hiszen ő sincs messze. Egy másodpercről nézi, hogy mit bolondkodnak előtte a fiúk. Igazából más nem látok a pályán egyelőre. A nyolcadik helyen próbálkozik még Mannal Thiringer. Igazából szerintem nem gyorsabb. Mann most gyorsabbnak tűnik. Hát nem tudom. De hát azért Thiringer is kezd megérkezni Mannra. Hát igen. Ez a helyzet most éppen. Érdekes, hogy mondd, lehet, hogy eltaktikázta magát ez a két box kiállással. Mert lehet, hogyha csak egyszer jön ki, akkor lehet, hogy most előkörő pozícióban végeznek. Van jobb időket, mert csak igazából nem tud elmenni. Nem hát tudnám. Meg azért messze is van most a hatodik helyezett Dalanistól. Tényleg úgy van messze, hogy Dalanisnak át is kellett menni egyszer a boxon. Az meg a másik dolog. Ajjaj. Nincs izgi a pálya. Pályán nincs egy darab izgalom se a pályán. Negyedik helyen Zselenák Péter nem tud mit csinálni Varsányival. Full mellé mindig nézi őket. Igen. Igen, most egy kicsit lejártak a full mellé. Egy picit nagyon. Péter Kálmán meg szépen félreállt. Igazából neki már nincs mit vesztenie. Hát igen. Ő már csak egy dologra várhat, hát ha kiesnik előre emberek, és akkor szerezhet pontot. Aha. Aha. És Jelenákra megjött, Fulmer. Belekörözések közepette. Ajjaj. Hát közel van egy kicsit hozzá. Én szerintem Zselenák elkapott. Elkapott talán. Mondjuk három kanyarban nem szabad kiindulni. Érdekes. És Harsány el is ment. Nem kicsit most. Igen, úgy látszik előbb tévedtem. Tehát, hogy Harsánynak azért még azért spórolt a gumijaival. Úgy látszik, hogy Zselenák egy kicsit nem spórolt vele. Kipróbált őzözni a Harsányt. És a babakék Mercedes előtt a második helyen az igen, a második hely előtt van az első hely, ugye? Ezt így akartam mondani, csak nem jött ki a mondat. Van ez így. Hásan Kun Ádám jönni fog be a boxba. Meglátjuk, hova jön vissza a box kiállás után majd. Hát... szerintem igazából pozíciót nem veszít vele, ha csak nem ront. Úgy, mint Dalanics is. És Tóth. Hát, vagy nem taktikázza el magát úgy, mint Mann, hogy kétszer jön hát, be a boxba. Innentől már kezdve nehéz eltaktikázni, mert ez lesz a második kiállása. Mint a még egy box kiállás innentől kezdve. Hát, akkor lehet, hogy egy körrel előnyomta be. Vagy csak lecsúszott az ívről, és nem tudott bejönni a boxba. Hát vagy arra gondolt, hogy inkább fut még egy gyors kört, lehet, hogy nem elég a különbség a második helyezett Iszály Györgyhöz képest. Hát az Iszály Györgyhöz képest van majdnem 10 másodperc előnye. Neki is ki kell jönnie még boxba. Szóval... ha meg nem, akkor hatalmas nagy taktikai mester lesz itt Iszály György. Így van. Ki. Mannal úgy számoltam volna, hogy egyszer kijön ott az elején, mindenkit megtréfáljon, hogy ha-ha.
itt most két kiállás lesz. Azt hittem, hogy megoldja egyel, de néz ki nem. Hát szerintem minden... A Mann azért eléggé eltaktikázta magát, szóval, hogy keveset tankolt ugye az első kiállásnál. Lehet, hogy a gumiai fogytak el, lehet, hogy keveset tankol, de igazából, hogyha mondjuk többet tankol, mondjuk megtankolja a verseny végéig, akkor lehet, hogy nem tud olyan gyors lenni. Meg a gumiai... Verseny végéig nem is kellett volna megtankolni, de igazából már az első etap lehetett volna egy hosszabb. Úgyhogy, ha jól emlékszem, már a tizedik kör környékén már jött ki. Igen, valahogy jól emlékszem. Vagy a vele biztos. Nézzük az első helyen Kun Ádámot, hogy jön-e boxba. Nem. Szerintem igazából most is akart jönni. Ugye láttuk pont... Mindig elnézi a boxot valahogy. Pont Tóth Robertnél láttuk, hogy ő a füvön próbált meg bemenni a boxba. Hát aztán föl is borult. Föl is borult ezáltal, mert hogy inkább nem kockáztat ilyenekkel. De már most a har... Furmer, igen, jön a boxba, igen. Ő az ötödik helyen van jelenleg, és szerintem pozíciót nem veszít. Dalan is nagyon messze van tőle. Illetve Dalanicséknek is még ki kell jönniük a boxba. Ha el is megy mellette Dalan is, akkor is még van egy box kiállás, amiben nem vagyok biztos, hogy elmegy mellette Dalanics. Hiha. Hát nem ment el mellette. Nem ment el mellette, de most itt van nagyon, nagyon megjött Dalanics, és lehet, hogy lelögdösi a pályáról Fulmert. És... Ajaj. És nézzük, hogy melyik a jobb, a friss vagy a meleg gumi. És Dalanics is jön ki. Ott a körbe valószínűleg. Úgy néz ki, a friss gumi a jobb. Fulmernek el tud menni, de Dalanics azért rövidebbet fékez, csak nem tudom hova gondol, ha úgy is jön ki boxba. Lehet, hogy meg akarja előzni, de igazából azzal sem nyerne pozíció. És nézzünk az első helyre, mert most már tényleg jön ki. Kun Ádám most már tényleg jön ki, és állítólag Iszály György is jön, és Iszály György is jön meg Ülle. És egy körbe, és így Iszály György nem megy el mellette, de ellenben Harsányi és Zselenák elmehet mellette, sőt biztos, hogy elmegy mellette. Igen. De ez igazából nem számít, mert ez csak pillanatnyi pozíció, ami van Kun Ádámnak. És Dalanics is jön majd most ki. És Dalanicssal nyerhet van most helyet. Most igen, van elmegy Dalanics mellett. Csak most nem tudjuk, hogy jön-e még egyszer ma, mert nagyon korán jött ki a második box kiállásra is. És Dalanics bejött, és áll, és igazából szerintem itt is marad a 8. helyen. Szuper Gábor nagyon messze van tőle. Hát, Szuper Gábor már nem fogja nagyon megelőzni. Na, esélye sincs rá. Dalanics is szépen megcsinálta a box kiállást, és Thüringer is fog kijönni a 7. helyen. Illetve aki előbb kijön, mint Thüringer, az második helyen Zselenák lesz. Hova tud visszajönni? Szerintem túl sok pozíciót nem fog nyerni. Mi a Harsányi van előtte, így is, úgy is. És Harsányi még nem jön ki. És Harsányi az képest is messze volt még. Iszály György, szóval... Itt... Mondjuk ezzel Kun Ádám nyerhet a legtöbbet, hogyha Zselenák és Harsányi is még jön előle. Hát... Kun Ádám ez így is, úgy is visszajön az első helyre. Ugye, mert nekik még jönniük kell. És Iszály György mindjárt elismeri Zselenák mellett. Úgy, ahogy kell. És arra leszek kíváncsi, hogy Fulmer tud-e hozni rajta. Az ötödik helyen nézzük Fulmert. De nem tud hozni rajta. Nem. Messze van. Gyorsabban meg volt a box kiállás. És Harsány rögtön reagál. Első helyen jön ki Harsány. Nem kockáztat.
nem kockáztat azzal, hogy ő megy a használt gumikon, és esetleg Zelenák a friss gumikkal adna neki körönként x másodpercet. Iha. Stiringer is közben visszajött a pályára. Visszajött a pályára. Deja vu van, nem tudom miért, de az van. Na mindegy. Ott tartottunk, hogy Harsányi az első helyen fog jönni boxba. Hát aki jön a körülégén. Na itt egy picit meg is csúszott, azt hittem keresztbe is áll. Úgy tűnik, hogy jön is. Igen, így kell bejönni, nem hogy Tóth Róbert csinálta. Így falon meg. Fejen meg. Így van. Hát azért... Gunárdám el is ment. És Zelenákot nézzük a negyedik helyen. Hova tud visszajönni Zelenákhoz képest? Harsányi László. Hát... azt mondanám, hogy megelőzi Zelenák Harsányi. Zelenák... De... és Harsányi de... közel lesznek. És itt el fog menni erőből. Vagy nem. De közelebb van, mint a box kiállások előtt. Hűha, és... egy külső évből nem fog sikerülni. Évből bemelegített friss gumikkal, de nem. Hát nem sikerült neki, sajnos. Azt hattam észre, hogy Iszály Gyergya viszont megjöttek box kiállások után, hiszen ez nagyobb volt ez a előny Iszály Györgynek Harsányihoz képest. Ez neki is az előző körben volt, tehát Harsányi előtt volt kint a boxban. Az előtt. Valahogy így, nem, azt hiszem még Zelenák előtt. Igen, az meg lehet. Zelenák nem tudott elmenni. Nagyobb volt a lendülete Zelenáknak, de nem tudotta kihasználni ezt. És van még 9 kör. És itt még akárki nyerhet, na jó azért. Szükítsük le a kört, már Tóth Róbert nem nyerhet. Hát igen. Illetve nem adok túl sok esélyt Kálmán Péternek se. Illetve Kis Attilának sem, hiszen ők már megkapták a körüket. És körhátrányból azért nyerni, az merész dolog. Maradjunk akkor a negyedik helyen. Zelenák Péteren a bemelegített gumikkal tud-e gyorsabb lenni, mint Harsányi. Talán a Harsányi is bemelegítette a gumijait, és én nem hiszem, hogy el fog tudni menni mellette. Ha csak Harsányi nem hibázik valahol. Vagy ha csak egyszerűen nem gyorsabb Zelenák. Hát igen. Azért mondjuk, hogyha a pályán talál valahol egy-két tizedet, azért ez sokat jelenthet most ebben a helyzetben. Iszály György meg egy picit elment volna előlük, de előbb inkább 3 másodperc volt a különbség köztük, most már lassan 4. És jön meg Zelenák, 4. helyen szélárnyékban van, és jön a kedvenc kanyaruk, ahova ketten szoktak bejönni. De most nem ketten érkeztek. Most úgy gondolták, az már uncsi, most másik kanyart keresnek, ahova ketten bemehetnek. Viszont Kun Ádám az első helyen fölényesen vezet. Hát, Iszály Györgynek már nem nagy esélye van megelőzni. Ha csak Kun Ádám... Ha csak Kun Ádám föl nem borul. Igen. Mint Tóth Robert. Igen. Van rá lehetőség... hogy fölboruljon, mert látom már ilyet. Pont a mai nap. Mondj egy állás kollega így. Már is. Körrel a vége előtt. Na szóval az állás 7 körrel a vége előtt. Első Kun Ádám, második Iszály György, harmadik Harsányi László, negyedik Zsanának Péter, ötödik Fulmer Zoltán, hatodik Nemcsák Gábor, hetedik Dalancs János,
8. Tiringer József, 9. Szuper Gábor, 10. Kis Attila, 11. Kálmán Péter, 12. Tóth Robert, aki már kiesett a versenyből. Hát igen, ez a helyzet. Meg az a helyzet, hogy Zselenák meg nem tud mit kezdeni Harsányjal. Ezen a Harsányi... Nem azt mondom, hogy ellógott, de... Voltak körök, ahol gyorsabb volt, és most már szerintem ugyanazokat a köröket autózgatják. Már... Igen, épp azt mondtam az előbb, hogy talán Harsányi már bemelegítette a gumiait talán az első körben, és addig tökéletesen védte a pozícióját. Zselenákkal szemben. Hát Zselenákkal már ott levédte itt a ívet, ahol, amikor összekoccantak. Talán. Mert ott sikerült elfelejteni, és azt mondta ugye, hogy Iszály György meglógott, de most mennek rá Iszály Györgyre. Problémák lehetnek. Hát látó távolságon belül vannak, de főleg azért még itt lehetnek meglepetések. Főleg úgy, hogy majdnem megfutotta a versenybe a leggyorsabb kört az előző körben. Harsány is a 2000-eddel maradt el Kun Ádám idejétől. Ment egy 1.33.969-et. Kun Ádámnak az ideje meg 1.33.967. Hűha! Ajaj. A baba Mercedes bajban lehet. Hiszen nem lesz olyan kék a hangulata, mint amit az autó tükröz. Hát. Hiszen jön meg mögötte a szürke talán veszedelem. Talán ez a hat kör elég lesz annak a babakék Mercedesnek, hogy megvédje a pozícióját. Vagy tudja védeni esetleg Harsányival szemben. Iszály György. Az a helyzet, hogy szerintem itten gyors köröket autózik itten a Harsányi László. Itten az a helyzet. Ugye meg is nézzük, hogy mi lesz most a köre. Ebben a körön itt tud jönni Harsányi. Ez a kör úgy sikerül neki, hogy jön egy ezreddel rosszabb időt, mint az előző köre. Mint a leggyorsabb köréhez képest egy ezreddel jött rosszabbat. Ami azt jelenti, hogy mindjárt mondom nektek pontosan, hogy jött egy 1.33.970-et, amire Iszály György csak egy 1.34.462-t tudott jönni, egy 5 tizedet adott. Hiha. 5 tizedet kapott az előző körbe Iszály György. Mi van azzal a 6 körrel? Közben Zselenák is próbálja popozni. Itten Ehun. Na, ez a hármas még nagyon összejött a végén. Mégis csak bajba lehet a babakék autó. Hát, lehet, hogy megcáfol. Azért gondolom, hogy Iszály György is egy olyan tapasztalt pilóta, hogy azért tudja védeni a pozícióját, hogyha kell. Hát igen, csak igazából Iszály György, de jön meg a szegedi veszedelem. Mármint a szürke. Ajjaj. Na nézzük, mennyit kapott most Iszály György az előző körben. Iszály György jött egy 1.34.5-öt, erre jött Harsányi egy nagyon rossz kört, egy 1.34.6-ot. Most biztos rontott valahol abban a körben, vagy elvette a gázról a lábát. Ezért szerintem nem igazából nem veszi el a gázról a lábát, ameddig látja a dobogó második fokát előtte. Inkább rátapos, hát, vagy csak bezavart neki Zselenák. Hát vagy igazából
ő is elkezdett azon gondolkozni, hogy igazából jobb lenne egy harmadik hely, mint hogy kockáztasson esetleg a második helyért. Kockáztasson csak, menjen csak előre. Az a dolga, pilótából van, menjen előre. Igen, de ha mondjuk én pilóta fejjel gondolkoznék, akkor inkább egy biztos harmadik, mint egy kockázatos második hely, ahol esetleg ki is csúszhatok, vagy elfoghat a gumi. Te jó pilóta vagyok, és megelőzöm a másodikat. És jön meg a szürke vész. Jönnek a szürke fellegek a kék felhő mögött. Zselenák Peti közben rontott. Az esőfelhő, ajjaj. És nézzük, mit tudott jönni ebben a körben Iszály György. Iszály György jött egy 1.34-4-et, de Harsányi csak egy 1.35-1.34-5-öt tudott jönni. Nem tud, jelen pillanatban nem tud gyorsabb lenni Harsányi Iszály Györgynél. Lehet, hogy a kék fellegünk itt megmenekül a szürke felhőtől? Igen, meg lehet, hogy Iszály György látta maga mögött ezt a szürke felhőt, és lehet, hogy rákapcsolt arra a bizonyos... És igen, gázpedálra. Úgy gondolt, hogy ő nem a szürke felhő felé akar menni, hanem a szép naposka felé, továbbra is kék legyen az ég. Babbal kék, hogy pontosak legyünk. Igen. Szép babakék. És ezután rendezhet egy hatalmas nagy babazsúrt, ha itt befejezi. És Harsány és Iszály ugyanott vette ezt a kanyart. Picit nem akartak visszajönni a pályára. Gondolom kihasználták a pálya adottságait. Na, értem én, hogy kihasználták, csak nem túl szabályos. Csinálják. Nem én fogom eldönteni, mi szabályos, meg mi nem. Ezt majd ők eldöntik egymás között. Szóval aztat vettük észre, hogy Harsányi belassult, mert Iszály egy grammot nem gyorsult. Nem, Zselenák is lemaradt Harsányiról, azért elég tetemes. Hát, ő kicsúszott. Ugye az előző körben, a mostani körben ment egy Iszály György egy 1.34-8-at, és Harsány erre csak 1.35-1-et tudott jönni. Szóval igazából itt nem a babakék versenyautó volt most a gyors, hanem a szürke feleg jött lassabban. Közben azért Fulmer Péter az ötödik helyen azért közeledik ám Zselenák Péterre. Attól nem félek. Attól nem félek, hogy itten Ehun előzés lesz. Attól viszont félhetünk, hogy a hatodik helyen Nemcsák Gábor mit fog tudni csinálni Dalanicssal. Ahogy mondtuk, hogy a babakék felhő, majd babakék ég, egyre naposabb, elkezdett jönni a nyugati szél, és fújja az esőfelhőnket. Harsányi front várható. És utolsó kör. És jön a Harsányi front a szürke felleggel. Ájjáj. Fölteszem minden tejrapra, Lackó. Hát úgy vagy tűnik, esetleg egyelőre menjünk vissza Lackót, hagyjuk békén, és menjünk a hatodik helyre. Gábor támadják intenzíven. Dalanics meg tudja-e tartani egy körön keresztül a pozícióját Gábor, vagy a rossz taktikájával csak a hetedik helyen fejezi be a futamot. Ajjaj. Gábor bajban van. És annál kevesebb bajban van most Iszály György, de a szürke felleg megint elvonulóban van. Hát úgy tűnik. És közben váltsunk akkor az első helyre.
Itten megérdemli Kun Ádám, hiszen vezetett nem az egész futamon, de miután Tóth Róbert a feje tetejére állította a... és most az Audit, azután már ő szépen beért is első, gratulálunk neki, és jön Iszály György az ég megtestesítőjeként, és végül csak odaért Harsány, de előzni nem tud. Hát, az egyenesben de ott van, de gratulálunk mindkettőjüknek. Így van. És jön Fulmer és Zselenák. Zselenákot megelőzte Fulmer a végén. És akkor gyorsan menjünk vissza a hatodik helyre, de Dalan is hibázott. És így már Mannak megvan a hatodik hely. Már ha ő sem megy bele hibába. Hát csak nem rontja el ezt az utolsó pár kanyart. Hát ha már a taktikája úgy nem ért túl sokat, ez a pár kanyar már igazán nem jelenthet neki problémát, és gratulálunk neki is a hatodik helyen. Így van. Beért ő is, és jön Dalanics a hetedik helyen, majd Tiringer. És volt már előrébb ezen a futamon. Gratulálunk neki is. És már csak egy pilóta van kin, aki még nem fejezte be. Ő Péter Kálmán. Nézzük, begurul. Szépen lassan gurulgat a cél felé, és gratulálunk neki is, hiszen befejezte ezt a futamot. És hát ez volt PSRL DTM futama. Innen Hockenheimből. Egy Hockenheimből, első futamnak nem is volt rossz, azt mondom. Így van. És köszönném itt kommentátor társamnak, Nádor Györgynek, hogy itt volt velem és segített. Illetve köszönném még a operatőr kollégának, illetve még azt elmondanám így a végére, hogy azért a simracing.hu még mindig a fő támogatom. És mindenkinek jó éjszakát kívánok. Sziasztok! Jó éjszakát! Sziasztok! Spin me right around, baby. Ooh, come on home and turn. Féknyom Online TV. Minden, ami szimulátor.
F1 RFT magazin a Féknyom online TV műsorán. A műsor minden héten kedden jelentkezik, és a monitorodra varázsolja a szimulátorok és az F1 RFT világát. Tesztek, sztorik, érdekességek minden héten Sompír műsor vezetésével. Féknyom online TV. Minden, ami szimulátor. Féknyom online TV, ahol a klasszikusok is jelen vannak.